Tavasztól őszig a legjellemzőbb a kullancsok jelenléte, tehát már javában zajlik a vérszívók szezonja. Dr. Ligeti Judit bőrgyógyász azt mondja, a legfontosabb, hogy amint észrevesszük, azonnal el kell távolítani, mégpedig olyan módon, hogy a potrohot ne nyomjuk meg. Erre alkalmas a kullancskanál, de elegendő akár egy cérna is. Szépen körömmel vagy kullancsipesz mondják, nálam se szokott kullancsipesz lenni, gyönyörűen ki lehet anélkül is szedni. Én mindig azt ajánlom, hogy egy cérnaszálat kötni a bőr meg a kullancs nyaka köré, szájszerve alá, és a szívóka az benne van a bőrbe, de van, hogy ki lehet emelni ebben, tehát cérnaszál, megködjük csomóra, fölemeljük. Tévhit, hogy a vérszívóval csak az erdőkben találkozhat az ember, ugyanis leggyakrabban a városi parkokban, vagy akár otthon a kertben is jelen vannak. Ha 3,5-4 órán belül eltávolítják a kullancsot, nem fertőz, mondja a szakember. Azonban miután kiszedték, az elkövetkezendő napokban figyelni kell a vérszívó helyét. Amennyiben az eltávolítást követő 2 hétben megjelenik egy több mint 5 cm-es bőrtünet, az már a Lyme-kor jele. Ha nincs kezelve, jönnek a szövődmények. A szövődmény az izületi gyulladástól kezdve, idegrendszeri tünetekig, szívizomgyulladás, átvezetési zavar a szívben, tehát ingerület átvezetési zavar, tehát rengeteg problémát okozhat, ezeket mind meg lehet előzni. A szakértők szerint az átlag hőmérséklet emelkedése miatt egyre több nem őshonos kullancsfaj is megjelenik Magyarországon. Ilyen például a hialoma kullancs, aminek csípése a krími kongói vérzéses lázvírusát hordozhatja.